Nulla, négy. Te azt a 9 vagy 10-e félre. Ó, basszus. Mi van? Másikra adta. Semmi rosszat nyomtam, most kiszállt az ülésből. Ja. Ez nem volt. De akkor nem a izéről a 9 vagy 10-re? De... jobbra. Nézd úgy. Aha. Az csak ott félre, azt tudom. Mondja akkor, mint a Connie 60 méteres, azt mondom. Van. Retaliált hol. Ott egy totya. Feljel lefele. Nem szélülsz? Nem. Hajlod az újra töltés, miért kerül 4400 kreditbe? LOL! Az kemény. Annyi ezért skulót előttük? Hát én nem tudom. Úgy látszik. Hát azért rendes előttük. És a hajtómű piros maradt még. Az érdekes. Nem azt kell először javítania? Elvileg megjavítottad, de mégis látok ott van pirosságot meg. Az még hagyján... Ja jó, oké. Meg... extra torpedókat kaptam meg. Ja, oké. Itt vagy? Mhm, mehetünk. Felgyalálunk. Akarsz menni a másik tornádba, vagy valami? Nem, nekem az jó volt, tanuljuk azt. Jó. Én abban be tudtam lőni, hogy vagyok, várjál akkor. És piros maradt a hajtómű. Adjam meg. VTF. Te is annak láttad, Totya? Én pirosnak látjátok a hajtóművet? Igen, ezt akartam kérdezni. Totya? Én pirosnak látom. Én most szállok be. Akkor nem javítottam-e? Akkor nem. De lehet ám, hogy csak bugnám. Kettnél is van ilyen. Lol, valaki lő. Igen, a hajtóm ugyanúgy piros. Érdekes. Ja, de viszont csak picit. Az eleje. Az teljesen piros volt. Azért, mert lehajtotta, azért csak a végét látott. Tudod. Ja. Ha felszáll, visszaállítja, behúzza a landing gear-t. Utána teljesen látszik, hogy piros. Hmm. Ó, de sajnálom, nincs külső nézet. Azt én is sajnálom. Tehát már ne. Mi van? Mi nem? Miért? Ez is nem a legvégén vagy? Nem értem. Nem a legvégén. Jó, én nem látom, csak kérdezem. Jó, akkor rakjál automatán, hát hihetetlen. Mit szarakodik. Ez is valami új bug. Ja. Okay. Most száll fel egy koni mögöttünk. Nem tudom javítani jobban. Az ellenséges az akvilebb, vágjátok? Gersa. A Taurus-t én, vagy a Terrapint én nem tudom megvenni akármikor. Hát nem. Nem át. Azt nem. De megveszed a neten, azt kérd. Hát jó, eBay-en vagy ilyen. Gondolom hivatalosra gondolt. Annyit, igen, tehát azért így eBay-re ne lehet, hogy tartanék attól, hogy így elutalok annyit. Így is onnan veszik, hát is onnan vette nekem. Igen. Biztonságos egyébként. Amúgy nem vernek, hát én is egy izraeli gyerektől vettem a MPUV kargómat. Átvehetnek. Meg lehet benne, ezt csak így. Csak az eBay visszaadja a pénzem. A PayPal, igen. Igen, az így, nem, hát attól függ, mert nem feltétlenül, ez egy dolog, hogy van a PayPal, meg van az eBay, de nem, a PayPal-t kell használni a fizetésre. Igen, én is azt szoktam. Ja, igen, az mondjuk fontos. De a Maxi-neket azt hiszem már egyszer linkeltem a editors marketet. Ne, én azt nem használtam, én arra nem mentem fel. Az is PayPal-os egyébként, és előbb kapod meg a hajót, aztán küldöd a PayPal. Ez melyik market? Reddit. Reddit-e. Ja.
Csak attól függ, ott is ugyanúgy ismeretlen, meg minden. Bár hogy tényleg, hogyha előre elküldik ott, akkor nincsen kockázat, abba se. Akkor nincs. Hát ki tudod obálni ugye, mert van, fölül tudsz keresni, és ott megtalálod a hirdetéseket, akkor vannak sokkal van. És ott van az, hogy elkattintasz, amelyik tetszik, át van, a nevé mondjuk a ilyen, és akkor lenyílik a hirdetés, és ott van egy PM-selle, bemásol neked egy sablon érdeklődő üzenetet, az pont elég is egyébként. Aztán válaszként elkéri majd az e-mail címét a PayPal-odnak, és az akuntod a kötött e-mail címet is, mert ugye úgy giftel, és küld a PayPal-odra egy megkeresést, hogy te fizesti a hajónak az AA-t, és közben elküldi a hajót is. Na, egy kicsit nekem ilyen annyi ízével, hogy kicsit macerás. Ide-oda... Kicsit sem macerás egyébként. Hát jó, ez most kinek mi a megszokás? Hirdetőnek lehet én macerás, nekem nem lehet. Nekem csak annyi a dolgom, hogy PayPal-on ugyanúgy kifizessem a dolgot. Jajajaj. Ilyen egy e-mail, amiben kaptál egy úgymond számlát, amit egy gombja másra. Aztán kapsz még egyet, hogy kifizette. Ugye, az a, ugye fel tudod mutatni, hogyha gond benne. Jó dolog, hogy melyik áll egyébként. Ott az ellenség, látjátok? Samuel Bonzo. A PayPal az nagyon jó, azt én is használom már, hogy 4-5 éve. Bonzóra megyünk? Aha, szerintem. Már nem tudom. Itt egy hirdető, most 210 dollárért adja a Mercury-t. Az is tetszik, az a baj. Én az, én nekem majd az lesz meg. Én majd azt felfogom. Nem megvetedni most, nem mennek be baszva. Az a baj, nekem is azt azért nem tudtam volna, mert nekem is csak egy upgrade-em van. Hát akkor még nem a Mercury-t fogom update-elni, hanem a Mercury-t fogom beáldozni, meg a fly-omat. Mert 6 hónaposban nekem megvan, csak hát ugye az teljes áru. Átveszem, már végül nem foglalkozok semmilyen formában, van és kész. Nem nyúlhatok hozzá. Most is számolgattam, hogy mi lenne, ha bebontanám. Nem éri meg. Amikor én ezt a hajót megvettem, most ugye amennyi pénzt kapnék érte, az nem ér annyit, amennyi most ér. Mert azóta a játék ágult jócskán. Már maga a single player is. Kurvá ágább lett, és az nekem most egy 20.000 forint lenne. Szóval azt most inkább hagyom. A csomag már úgy van. Andromédát szétkapjuk a srácokat mellettünk 600 méterre? Aha. Ne, hagyjátok az Andromédát, másikat lőjétek. A kobocs. Aurora. És merre van? Ja, meg van. Damn it! Hoppá! Valaki elhúzott már. Rakétát tudsz már lőni? Igen. Na. Lehet lőni az Andromédát? Felesleges. Hova? Nem mondod. Mi van, meghalt a... Bász meg, kifagytam, hát az üző kirakott. Kifagytál? Hát már közében vagyok, igen, kirakott a játék. Ó. Oh. Hogy ezt kérdezik. Ó. Beiresítettem két torpedót és nem tetszett neki. Nem kapsz torpedót. You? You're just making me angrier. Viszont azért nem látok rá az aurórára, ami lő minket. A pilótán kiesett. A francba. De tényleg. Nem, csak az űrbe. Megvan. Hol az Aurora? Előttem. Van is előtt. Haha, mögöttem, előttem. Ja. Nézőpont kérdés, ugye? Gyere még egy kicsit följebb, Gyere.
Megvan. Azt hiszem kiszedtük mindent. Peti? Élsz még? Tartok. Jó, akinek még van. Igazad van. Figyelj el csak, Aha. Hoppá! Ez az a hang. Kedves hang. Ajaj, hallottam, ez jó sluk volt. Kávé. Na. Ha Peti ilyen hangot, az tényleg sok volt. Adékot húztad le? Dehogyis, Andrék. No, azt mondja. Ezek elfogytak. Megöltük őket, lelőttük meg maradék hárman. Kicsit megpirultunk megint. Ez jó. Nos, srácok, én elköszönök mára. Amúgy lassan lehet én is. Ja. 3-4-2-kor. Maxi, holnap beszéljünk délelőtt, utalok. Oké, okay, rendben. Jó? Jó, én meg elküldöm neked a hajót. Én is, köszike. Csá, jó hét. Hello. Sziasztok, jó hét. Jó hét. Na, szuper. Na. Lerakom minket pedig? Aha. Én is utána megyek aludni. Ja. Lassan menjünk. Peti, te nap meddig voltunk? Fél 4-ig. Ah, oh, atyaisten! Csak Peti, mert nekem elment a netem. Nem visszajöttem. Ah, ilyen normál szerverre kerültem, már mindenki lefeküdt aludni, úgyhogy egyedül farmoltam nyugodtan. Senki nem baszogatott. Úgy lehet pénzt csinálni, mint... Annyi drogot csináltam, az meg, amíg mindenki horkolt. Na, mentél vandul furvázni, mi? Ja. Mocskos egy élet lehet az. De úgy lehet, hogy lassan tényleg bevezetik azokat, hogy láthatjuk majd a képernyőit, mert most már vagy ilyen fehér, látom minden is, hogy a fehéren világítak neki a kijelző, vagy vibrál. Tehát, hogy nem sokára berakják. Láttassuk azt is, hogy mit állítgat a pilóta mondjuk a műszerfalon. Hogyha már alig várjuk ki ugorosan, hopp. Ott a leszállópálya, figyeld? Aha. Ott van, hogy sár. Látod? Oli sár. Oli sár. Igen. Tök jó ropog a kaszni. Ja. Hoppá, én már ugrok is. Jaj, agyonüt egy... Jó, van, túléltem. Landing gear-t ki kéne rakni. Nem mondod. De, mondom. Úgy egyszerű. Hozd egy kicsit arrébb. Balra, vagy jobbra, nem tudom. Úgy, arra, még. Tényleg sokat ittál már. Landing gear, nem rakja ki. Jobbra balra. Billeg a hajóval. Oké. Hát minden nem volt jó neki. Pedig mondta, hogy engine shoftlán hallottam is. Én kapcsoltam ki, de ja? Még mindig nem. Lehet, hogy megvan hűvő a leszállás. Na, köszi szépen, srácok, a játékot!